Sziasztok! Hoztam nektek a telihold jóslatot. Megnézzük, hogy mi várható mérleg telihold idején. A mérleg az egyensúlyt jelképezi, a kapcsolatokat, ezért a társas kapcsolatainkra mindenképp érdemes figyelni. A mérleg, a kapcsolatok, a korrektség jegye. Egyensúlyban kell lenni itt most mindennek. Ha igazságtalannak érzünk valamit magunk körül, tisztázhatjuk a helyzetet. Találjuk meg a megfelelő egyensúlyt. Ha esetleg párkapcsolatot keresel, meg kell fogalmazni pontosan, mi az, amit valójában keresel egy kapcsolatban, mi lenne számodra az ideális. Le kell tisztázni most mindent. A mérleghez a kreativitás is hozzátartozik, a szépség, ez is fókuszban lehet. A fő energia az angyalok és ősök, orákulumból a nyíl. Látunk egy kört a kártyán, ami valójában a védelem szimbóluma. A kártya arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben az időszakban nagyon fontos, hogy mentálisan levédjük magunkat, vegyük magunkat pozitív emberekkel körbe, pozitív környezetben legyünk, hiszen látjuk, hogy azok a nyilak, amik lehetnek mérgezett nyilak, rossz indulatú emberek, nem érnek el hozzánk, hiszen védelemben vagyunk. A nyíl is valójában a védelemmel analóg, hiszen a természeti népek, a benszülöttek, az éjat, a nyilat használták védelmi fegyverként. A kártyáim azt üzenik neked, hogy meg kell védened magad, fókuszban legyen az energiaszintünk kiegyenlítése, hiszen lehetnek olyan energiák, emberek, amik csökkenthetik az energiaszintünket, ezért ezt kell tudatosítani magunkban. Bízz a megérzéseidben, és kövesd azokat. A mérleghez kapcsolódnak az emberi kapcsolatok, a párkapcsolat, amit az arany Lenormand kártyám meg is erősít, hiszen a szív lapját kaptuk, önmagában a 24-es, ami egy 6-os szám, a párkapcsolatok kapcsolatok száma. Itt a szerelem, a boldogság, az érzelem, ami előtérbe kerülhet. Vegyük magunkat körül szeretett energiával, a kapcsolatainkra ügyeljünk, pozitív emberekkel körülvéve legyen meg az a tér, amiben jól érezzük magunkat. Az egészség szempontjából olyan szívre, a vérnyomásra, a keringésre kell figyelni. Az is lehet, hogy téged szimbolizál ez a lap, egy szívélyes ember vagy egy csupa szív, itt nyitott szívcsakráról beszélhetünk, egy szeretetteljes erőtérről. Egy olyan ember, aki megértő, segítőkész, pozitív energiákkal, a nap, a bolygója ezzel analóg, az is lehet, hogy itt most valami elkezdődik, hiszen a nap önmagában valaminek a kezdete, kreatív energia, a kreativitás is benne lehet. Minden olyan dolog, ami a szeretettel kapcsolatos. A kártyám azt üzeni neked, hogy találd meg magadban a szeretetet, szeresd magad, és ez a külvilágban is meg fog nyilvánulni. Nagyon szépen kiegészítik egymást a kártyák, hiszen a kelyhek 7-es kaptuk, ami valójában az érzelmeket szimbolizálja. Ebben a kártyában bizonytalanságok is vannak, hiszen látjuk, hogy az a hölgy 7 kehely közül választ, 7 lehetőség közül. Kicsit hezitál, nem tudja még, hogy melyiket válassza. Itt most az érzelmek rendbetétel áll fókuszban. Az is lehet, hogy most megoldások lesznek szerelmi ügyekbe, ami még számodra homályos, ki fog tisztulni. Az ört kártyából az erdőt kaptuk, a lélegzetet. A színe zöld, ami a szívcsakra színe, itt is előtérben van a szeretet. Az erdő, a fa maga a stabilitást jelenti, azt is üzenheti nekünk, hogy a természetben megtalálhatjuk az egyensúlyt a friss levegőn. A fa elem a stabilitást, az egészséget is szimbolizálja. A légzéssel megnyugtathatjuk magunkat, erőt adhat nekünk, összpontosíthatunk. Nagyon fontos a légzés, akár a jógában, különböző meditációkban. Ha stresszesek vagyunk, akkor lecsitíthatjuk magunkat. Tudatos légzéssel. A mély légzés jót tesz a szívnek is, ami megjelent az arany Lenormandon is, és tápláló oxigént biztosít az egész szervezetünknek. Az is lehet, hogy most a fák, az erdő segít neked ebben. Látogass el a szabad levegőre, ölelj meg egy fát, ezt a föld energiát
tudatosítsd magadban. Önmagában a fa a gyökereket is jelentheti a családi kapcsolatainkat, hiszen most ez áll fókuszban, a kapcsolatok, a szerelem, az is lehet, hogy valami blokktól felszabadulsz, valami megoldásra kerülhet. Az üzenet az orákulum kártyából, az imádság kulcsa, hogy elfelejtsem, mire van szükségem. A következő orákulum kártyán látjuk, hogy homály van, zűrzavar, valami még homályos és ködös. Ez az ember egy hegyen áll, a hegy csúcsán, látjuk, hogy a keze keresztbe van, valamilyen energia, mintha megrekedt volna, ami most felszabadulhat. A kép hideg, ijesztő, hiszen fehér felhő veszi körbe azt az embert. A kártya pozitív üzenete, hogy a köd eltűnik, ha felész a csúcsra, a köd felszáll, és kitisztul minden előtted, messzebbre látsz. Itt a tisztán látásra is felhívja a figyelmet, valamit most meg kell oldani. Ez az időszak támogat minket ebben. Akár meditációban, tudatos légzéssel elcsendesedve, megoldásokra juthatunk. Tedd fel magadban a kérdést, hogy mi okoz zavarodottságot az életedben. Engedd meg magadnak, hogy letisztuljon minden. Tudd, ha szeretet van benned, azt árasztod ki magadból, azt is kapod vissza. A gyógynövényes kártyából a tátékát kaptuk, kedvesség és jó indulat. Egyetlen kedves cselekedet sem visz kárba, bármilyen kicsi is. Itt is a fókuszban a szeretet van, a pozitív energiák. A varázsrovásból a farkas kaptuk. Az üzenet: a következő életszakasz, élethelyzet csábító lehet, de ne legyen kétséged, hogy csak annak tűnik. Célja nemtelen, öncélú, csábos mázzal bekent kelepce. Az igazság bár rémisztő, mégis részt kell venni benne. Vagy vesd bele magad a következő programmal. Egyszer minden véget ér. Ha nagy a gebasz, gondolj erre, vagy maradj tudatos minden cselszövésre. Ez így nem könnyű meccs, de ha van tudatos kitartásod, és a jelenben vagy képes tartani léted, a cselszövő téged szolgál, mert nem tehet mást. Értsd meg, itt elválik maga vagy, vagy a molnár. Ez is csodálatos kiegészítés, hiszen itt is egy következő életszakasz mutat a kártya, valami, ami kitisztul. Lehet cselszövés, hiszen a kelyhek hetes lapon is látjuk, hogy a kelyhekben különféle dolgok vannak. Itt a választásom van, a hangsúly, mit választasz az életben tudatosan. Egyszer minden véget ér, a köd szerte foszlik. A mérleg teli hol támogat minket abban, hogy a kapcsolatainkban, családi párkapcsolatban, akár munkahelyi kapcsolatban most valami kitisztázódjon előttünk, felismerésekre juthatunk, valamit meglátunk, a köd felszáll. A pozitív megerősítés kártyám üzenete: a jó lehetőségek épp időben érkeznek hozzám.